Lengyel Zoltán vagyok, és zongora művészi diplomával zongorázom, orgonálok is, billentyűs feladatokat, tehát színházi munkáim is voltak, ez így egyszerűbb egy nyisz. Tehát nulla. Ugye magam ellen beszélek, de azt kell mondjam, hogy sajnos az racionális dolog, hogy koncertekre ne járjunk, mert ott ugye sok ember egy helyen, tehát szerintem ez lesz a legkésőbbi, amit visszaállítanak, az egyéb üzleteket hamarabb fogják. Képzem is magam, én amúgy is ilyen érdeklődő figura vagyok, tehát mindig valamit tanulok, mindig valamit bütykölök, vagy próbálok magamba szívni. Keresek is, általában talán ismerősökön keresztül esélyesebb. Mondjuk például taníthatok is, most van egy tanítvány, online 3-4 hetente felhív, hát abból nagy csoda nincsen. Például elvégeztem egy földmunkagép kezelői tanfolyamot, tehát ilyen, de még nem találtam ilyenfajta munkát, most van egy haver, hát havval majd lesz valami. Úgyhogy nyitott vagyok, próbálom nézni, hogy mire van szüksége a társadalomnak. Hogy aki csinálta az orgonacipőmet, az egy nagyon jó mesterember, és forgalmazhatnék cipőket is, mert egy tök jó termék, és nem is drága, de hát hogy jutok el az emberekhez? Tehát ilyen, ez most még ilyen teljesen bizonytalanság állapota van most, hogy mi fog kialakulni. Eddig 3 hónap volt, igaz? Na most, ha most is 3 hónap, akkor az eleve nem jó, mert egy teljesen megváltozott helyzet van, tehát ahhoz picit a szabályokat is változtatni, módosítani kellene. Ha ezt jól csináljuk, ezt a járvány kezelést, ami azt jelenti, hogy maradjunk távol egymástól és hordjunk maszkot, nem? Ez azért sokat segít. Ha ezt jól csináljuk, akkor a járvány lefolyása el fog húzódni. Vannak ismerősök, akik fél évig, egy évig kerestek munkát, de úgy, hogy életrajz, internetböngészés, telefon, igen, küldöm, nem válaszol, és egy normál élethelyzetben keresett fél évig munkát, vagy egy évig. Most viszont a világra szakadt egy rakás munkanélküli, vagyis a kínálat megnőtt, a kereslet pedig drasztikusan ugye lecsökkent, meg kevesebb munkahely van. Ez azt jelenti, hogy 5-ször olyan nehéz lesz munkát találni. Vagyis reálisan azt a 3 hónapot nyugodtan megszorozhatnánk egy olyan 4-jel, 8-al, nem tudom pontosan mennyivel.